2020 márciusában indult el a megyei jogú városok között elsőként az a mobiltelefonos applikáció, ami gyors és hiteles tájékoztatást kínál a közösség tagjainak. Az Alba Innovár koordinálásával elkészült alkalmazás folyamatosan bővül, így fontos információkkal látja el a székesfehérváriakat. Arra szolgál, hogy ott tarthatjuk egész Székesfehérvárt a zsebünkben a mobilkészülékünkön, és hamarosan megjelenik a Székesfehérvár alkalmazás új frissített változata, ami elsősorban esztétikai újdonságokat fog tartalmazni, tehát átláthatóbb lesz, könnyebben kezelhető lesz, illetve megjelennek néhány hasznos funkciók, amikkel kibővül a jelenlegi skála. Ilyen lesz például a rádió, ahol lehet hallgatni, visszahallgatni műsorokat, illetve az okos térképre is érkezik olyan újítás, ami a mesélőházak névre hallgat. Az alkalmazás segítségével a Fehérvár Médiacentrum hírcsatornái, mint a rádióban elhangzó, mind a televíziós hírek is immár gyorsan elérhetőek lesznek. Hogy minél több emberhez eljussanak a hírek, ne csak írott formában, hanem esetleg visszahallgatható rádiós formában, vagy tévés képpel ellátott formátumban egyaránt, és szerintem könnyebben fogyasztható is a felhasználóknak, hogyha nem mindig olvasniuk kell a híreket, hanem esetleg vissza tudják hallgatni, eset meg tudják nézni. Fontos hír, hogy az app letöltői értesítés formájában üzenetet is kaphatnak, ha váratlan esemény történik a városban, valamint a közlekedéssel kapcsolatos információkat is megjeleníti az alkalmazás. A fehérvári közszolgáltatók hirdetményeit pedig személyre szabottan is megkaphatja a felhasználó.